Na, halihó sárga pólósok. Hát kipróbáljuk az új selfie-botot. Bejöttünk ide a Madaras Tesco-ba, és sikerült egyet szereznünk, hiszen a régi már igen viseltes volt, és el is tört mai reggelen. És nézzétek meg, hogy itt is találtunk egy OTP bankot, tehát otthonti propicsányi bank mindig van, ahol az ügyintézők egyébként dolgoznak. Tehát ez egy olyan bank, ami nyitva van, csak most minket jobban vár Felcsút, tehát nem megyünk be bentre véleményt nyilvánítani, hanem egész egyszerűen kikerül rá a csal, illetve már István előtt kitette ide a végrehajtások leállítását, a te döntesz, ne fizess, vagy azt, hogy meglapolnak, vagy kilapolkodhatnak, ez is a te választásod. Ez a bank lopcsal, hazudik, ez is ide kikerül, és gondoljátok el, hogyha ide naponta 10 000-ek járnak vásárolni, és abból szerintem 9 000-nek biztos, hogy van problémája a bankokkal, ha mindenki csak egy plakátot tenne minden nap, akkor mennyivel jobban nézne ki, és mennyivel hamarabb megoldás lenne. Kicsit hátrébb jövök, nézzétek meg, hogy milyen jól néz ki. Egyre nagyobb a közönségünk, egyre többen nézik, hogy lehet ilyet, szabad ilyet? Hát persze, hogy szabad, véleményt nyilvánítunk. Annyi érdekessége van ezeknek a plakátoknak, hogy ide jöttem, és a fiókvezető ott toporzik ott az ajtóban, hogy mit csináljon. Ha odafordult oda a dobozra, ki van írva, hogy segíthetek, segíthetünk. Elszaladt oda a fiókvezető, és nem segítettek neki. Így van. Visszajött és kész. A doboz kérdezte meg? Doboz kérdezte meg? Köszönték, le van intézve. Így van. Doboz kérdezte meg? Ja. Nekünk segítenek, így van. Korábban ezt az itteni az Oceannek a biztonsági őreivel már megbeszéltük, és ők tudják, hogy a véleménynyilvánítás az szabad. Na hát körülbelül ennyit a mai napról, vagy itt a Madaras Tesco-ból még többen néznek minket most, hogy hátrafordultam. Ezzel most búcsúzunk, és akkor irány Felcsút, de biztosan megállunk Bicskén a Fidesz irodánál, és hát nyilván ott is van OTP bank, ha jól haladunk, akkor ott is ott lettünk. Még mindig jöhettek Felcsútra is, ne felejtjétek el, cselekedjetek, legyetek győztesek, és álljatok a bátrak közé. Hajrá!